Augusztus 20-a az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király napja, a keresztény magyar állam megalapításának, a magyar állam fennállásának emléknapja. Az ünnepen a város papságával együtt celebrál Szent Misét a Szent Korona hiteles másolatának és első uralkodónk fejerekéjének jelenlétében Spányi Antal megyés püspök a felújított Szent István székesegyházban. A 800 éves aranykulla mondata, mely a városház falát díszíti, emlékeztet, augusztus 20-át, a Szent Király ünnepét meg kell ülni. Törvényez királynak és fiembereknek, de lelkünk erkölcsi tartású törvénye is, törvény minden igaz magyarnak. A megyés püspök kiemelte, a nemzeti ünnepen fejet kell hajtanunk államalapító királyunk Szent István előtt, meg kell emlékeznünk örökségéről. Hozzátette, megérezzük azt lelkében, akaratában, küzdelmében és imáiban, ami a magyarban érték és erő. Szent István kitárta szívét az egyház tanítása a keresztény hit előtt, és azt befogadva hagyta, hogy egész lelkét emberségé alakítsa. Neki sikerült a hitet maradéktalanul magáévá tenni, Istentől kapott ajándékként befogadni és megőrizni, megélni. Látta, a kereszténység új kultúrát teremt a pogányság régi világában, és ez a magyar keresztény kultúra az élet és a megmaradás kultúrája lesz. Spányi Antal fontosnak nevezte, hogy segítsünk másokon, hiszen csak így gazdagodik az emberek közössége. Hozzátette, hűnekkel maradnunk értékeinkhez, ahogy minket magyarokat, úgy Európát sem az önfeladás, értékeink megtagadása vezet az élet felé. A Szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a családi jólét és a jövő jelképét, majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.